nő. És újra itt vagyunk a Városi Könyvtár gyermekrészlegén. Most a vendégünk, illetve a Szabadkai Városi Könyvtár vendége Varró Dániel, József Attila díjas költő, író, műfordító, sok mindent el lehet mondani, sok-sok díjjal rendelkezik. Köszöntjük most a Kvartett című műsorban. Tegeződhetünk, ugye? Tegeződjünk. Akkor szia! Sziasztok! Szia! És aki egy picit mostanában olvas gyermekirodalmat, az már hallott a Maszathegyről és a Szívdeszetről biztosan. Vannak rajongóid itt Szabadkán, itt ül egy kisfiú velünk, akinek a kezében túl a Maszathegyen című könyv van, és sokan jelezték, hogy jönnek, mert szeretnének veled találkozni. Te miért rajongsz? Húha! Hát a fociért rajongom, főleg legalábbis 10 éves kor, amíg csak a foci érdekelt, most hirtelen ez jut eszembe. Meg hát a játékok, én játszani szeretek nagyon. És miután írsz, azután focizol? Hát sajnos keveset, inkább most már ilyen asztali játékokat kártyázni szoktam, gombfocizni szerettem régen, és igazából a költészetben is az ilyen játékos verseket szeretem legjobban. De van még időd focira? Kártyára? Hát focira lenne, csak kicsit lusta vagyok, kártyára is, hát ritkában, amióta ilyen komoly családos ember lettem, de azért néha el vagyok engedve egy-egy estére. Mit jelent ez a komoly családos ember lét? Hány gyermek édesapja vagy? Össze lehet még számolni? Hát másfél, vagy hogy kell ezt mondani. Tehát egy kisfiam van, aki 2 éves volt most márciusban, és van egy úton, egy baba, neki még nem tudjuk a nemét pont. Mikor érkezik az úton baba? Ő szeptember végén, ahogy a költő mondja. Nem akarjátok tudni? De szeretnénk, csak eddig úgy nem nagyon mutatta meg, nagyon szemérmesen. Aha. Összezárta a lábát, úgyhogy nem láttuk az ultrahangon. Visszatérve a játékra, én azt is olvastam rólad, hogy a póker is érdekel, ez és igaz. Ez nem tudom, hogy mennyire igaz, mennyire nem igaz, viszont az biztos, hogy a Maszathegyben is előfordul, mindjárt az elején kártyáznak, és hogyha én jól vettem ki, akkor pont pókereznek. Számodra melyik volt előbb, a kártya vagy az írás? Hát egyébként Fekete Pétereznek, a Maszathegyben csak Fekete Pétereznek, de tényleg azért gyanús, és ott a... Igen. Egy régi simocs. Igen, aztán ezt dudorászom én, a szerző, de valójában azért eredetileg pókeresen írtam, és aztán átírtam Fekete Péterre, mert azt gondoltam, hogy mégsem helyes az ifjúságot ennyire megrontani. Hát előbb kártyáztam, a nagypapám volt ilyen nagy ulti sakkos bácsika, aki ugye térre járt a többi bácsikkal 10 filléres alapon ultizni, sakkozni, és ő tanított meg, meg arra is, hogy ilyen nagyon komolyan kell venni a játékot. Úgy, tehát akkor ez volt előbb. És a kártyázás előbb volt, mint az írás. Igen. Te mire fogod majd megtanítani a fiadat, a 2 éves Misi fiadat? Mi a legfontosabb, amit úgy érzel, hogy ez biztosan szeretnéd, ha megtanulnál? Nem akarom olyan nagyon, most azt gondolom, olyan erőszakosan semmit így rákényszeríteni, tehát engem sok, ő magától elég határozott, és már most is úgy látszik, hogy mi érdekli, mi nem, meg mindennél van jobb ötlete, tehát mint tudom, most legutóbb például kapott születésnapjára ilyen kis kugli készletet, és akkor ő mindjárt kitalálta, hogy azt nem gurítani kell, hanem rugni, és akkor azt, tehát mindenre van valami jobb ötlete, úgyhogy én inkább csak úgy figyelem egyelőre, hogy ő mit csinál, és hogyha olyan nagyon butaságot nem csinál, akkor azt szeretném, hogy úgy virágozzon, ahogy egyébként alakul. Mit mesélsz neki a saját verseidből? Mesélsz, vagy mondókáidból? Mert hogy írtál egészen kicsiknek is mondókákat. Igen, hát ugye ő így lette őket, mert neki írtam eredetileg. Hát még amikor ilyen nagyon csecsemő volt, akkor sok ilyesmivel traktáltam, és akkor nagyon jól is vette, nagyon nevetgélt rajtuk, mosolygott, úgyhogy mindig úgy éreztem, hogy ezek nagyon jól sikerültek. Aztán idő után kevésbé kezdte érdekelni, még pont ez, amit kikivarakva, van egy ilyen jóga könyv, ami ilyen kis jóga versék vannak, azokat nagyon szereti, ezek ilyen állatosak van, és amit tud kívülről, hogy én vagyok az óriás kobra, tekergőzöm balra-jobbra, tehát ez szereti, és utána büszkén szoktam mondani, hogy ezt a papa írta, de igazából, amit mostanában szoktunk olvasni, ez a Berg Juditnak van ilyen Maszat sorozat, és azt nagyon szereti, és akkor úgy, abban van is ráadásul Misi, ugye őt is Misinek hívják, de a Maszatot is nagyon szereti, és szokta emlegetni. És most, ha már említed Juditot, vele is beszélgettünk, ő pontosan is járt itt, igen. Szabadkán, pontosan itt ezen a helyen. Minek tudod be azt, hogy a generációdból sokan, tehát mondhatnám most Lackvit, ugye ő is járt itt nálunk Szabadkán, a gyermek versekkel, vagy a gyermek irodalommal futottak be, úgymond. Tehát pont ez a 70-es generációra, én szerintem ez jellemző Magyarországon. Abszolút van ez, tehát hogy régebben volt ilyen, és aztán volt egy viszonylag hosszabb szünet,
tehát tényleg az ilyen fölöttünk levő generáció kevésbé ír gyerekeknek, nem tudom, hogy ennek mi az oka, de tényleg van, és szerintem az nagyon örvendetes dolog, tehát ilyen szülőként, apukaként nagyon örülök annak, hogy az nagyon sok ilyen vacakság is van a gyerekkönyvek között, és az, hogy vannak ilyen egyrészt mai friss könyvek, másrészt ugye azért ilyen színvonalas szép irodalmi, amiket... És tartjátok egymással a kapcsolatot? Szoktatok beszélgetni arról? Kártyáztok együtt. Annyira nem, de hát hogy szoktunk találkozni, hát ilyen, és pont a Berg Juditta, a könyvfesztivál, tehát amikor vannak ilyen alkalmak könyvhéten, össze szoktunk találkozni, felolvasáson a Lacival is jóba vagyunk. Uh-huh. És apaként pelenkázol, mosogatsz, főzöl, vagy mi az, amit még az írás mellett tudsz segíteni, vagy akarsz, vagy szeretnél? Hát pelenkázni szoktam, mondjuk ez nem egy nagy etosz, azon kívül nincsen annyira lehozva, mert azért én sokat vagyok otthon, alapvetően otthon dolgozom, néha szoktam csak elmenni, úgyhogy végül is majdnem mindent csinálok, én is megyek játszótérre, meg fürdés, meg majdnem minden a... Ugye az oktatáson kívül. Fordít. Ez furcsán, nem? Habár van egy ilyen film, te azt is olvastam rólad, hogy szereted az amerikai filmeket, és van egy ilyen film, ahol a Robert De Niro még szoptat is, tehát hogy akár még egy is belefér. Komolyra fordítva, felnőttek részére viszont inkább a fordításaid azok, amik ismertek, vagy a színházi munkáid. Ez hogy alakult, hogy fordításban is kiéled azt, amit szívesen írnál esetleg saját magadtól felnőtteknek is, csak nem teszed, mert hogy a gyerekirodalomban meg sikeresebb vagy ez hogy van? Hát ez a fordítás, ez nem, igen, valahogy ez jött már ilyen középiskolás koromban, hogy megpróbáltam, és nagyon tetszett, élvezem azt, hogy tehát én nagyon szeretek úgy, nem tudom, hogy csúnyán mondva rímet faragni, meg verset faragni, és nincsenek mindig ilyen nagyon mélyen szántó gondolataim, meg nagy témáim, viszont nagyon szeretem azt, hogy akkor itt csinálgatni verset, és akkor a fordítás az nagyon, hogy valaki már ezt egyszer kitalálta, megírta, és nekem csak még egy ilyen keresztrejtvényt ki kell töltem, úgy remekkel csinálni, úgyhogy élvezem azt. De egyébként azért néha írok, hát nem mondom olyan nagyon véresen komolyakat, de szoktam felnőtteknek szóló verseket is írni, és most is egyébként éppen ilyen korszakomban, hogy ugye írtam két ilyen mondókás könyvet, meg sok ilyen gyerek dolgot csináltam, de mostan úgy kicsit megértek bennem a mélyebb mondani valók, meg érzem is már így koromnál fogva, hogy már illene arszpoétikát írni, meg hazafias tájköteményt, hitvesi verseket. Az is lesz, hazafias tájköteményt. Hitvesi verseket biztos, hogy fogok írni, mert a feleségem nagyon rágja a fülemet. Most mi dolgozol éppen? Hát most éppen pont. Most ilyen nagyobb színházi dolgokat azokkor végeztem, és most ilyen saját egyrészt eposzt szeretnék írni, pókereposzt, ha már egy a póker szóba jött, tehát abból szeretnék valami szép, komoly, nagy, összefüggő költői művet alkotni, meg ezeket az ilyen létösszegző költeményeket. És még egy utolsó kérdés, a gyerekek, mert hogy színpadon játsszák a Túlamaszathegyen, ugye, és a gyerekek hogy reagálnak, te ezt hogy látod? Jól megírtatta ezt a könyvet? Hát nagyon érdekes, mert az biztos, hogy nem gondoltam eleget, nem is volt ugye akkor még saját gyerekem, nem is volt sok mindenki a környezetemben, tehát én abszolút ugye a saját szórakoztatásomra írtam, ez nyilván látszik is rajta. Rosszak alain mondták, hogy a sznobovodások lehetnek legfeljebb a célközönség, akik értik itt a finom utalásokat ebbe a könyvbe, de én meg is meglepődök rajta, hogy mennyire a gyerekek mennyire jól tudják követni a bonyolult cselekményt, meg mennyire úgy szoktak azonosulni a szereplőkkel, nagyon sok rajzot kapok gyerekektől, és akkor nagyon szeretem, amikor így tovább gondolják, tehát mondjuk van egy lecsöppenő, kecsöppenő nevű szereplő, és akkor kaptam egy kislánytól egy rajzot, ahol lerajzolt a lecsöppenő, kecsöppenő, emellé lerajzolta az ő barátját, lecsöppenő Mustár Oszkárt, aki csak már ő talált ki, tehát hogy ezek nagyon szép dolgok, tehát hogy azt látom, hogy úgy jobban veszik a gyerekek, mint én magamtól gondolnám. Jó, és hogy jó. Négy nő.